Sziasztok fiúk, lányok, hölgyek, urak, Csonti vagyok, és a mai bemutató sztárja a The Binding of Isaac Rebirth, amely a 2011-es The Binding of Isaacnek egy továbbfejlesztett remake-je, amely most november elején debütált Steamen. Azt be kell vallanom, hogy én jómagam kihagytam a The Binding of Isaac-ot, úgyhogy valószínűleg akik már 2011 óta játsszák a játékot, azok sokkal inkább expertek a témában, mint én, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, de azok számára, akik velem együtt csatlakoznak be, vagy most látják először ezt a játékot, hogy micsoda, akkor remélem, hogy hasznosnak fogjátok találni ezt a kis videócskát. A játék maga egy úgynevezett roguelike műfajba tartozik, amelyet én úgy tudnék lefordítani, hogy egy véletlenszerűen generált kazamata rendszerben kell izometrikus felülnézetben játszani, tényleg véletlenszerűen generált minden egyes végigjátszás alkalmával, és ha meghal benne a karakterünk, akkor az a halál az permanens. Nincsenek mentési pontok, nincsenek checkpointok, hanem ha meghalunk, akkor kezdhetjük az egészet előről. Annyi változással, hogy azért van valamennyi progress rendszer a játékban, attól függően, hogy meddig és milyen upgrade-eket szereztünk meg, és meddig jutottunk el, tehát egyre változatosabb lesz, egyre több ellenfél típust és upgrade típust nyit majd meg nekünk a játék, de ezt leszámítva tényleg nincs semmi mentésrendszer a játékban, úgyhogy ezt ne is keressük. Na, akkor nézzük meg magát a játékocskát. Háromfajta fájlt kezel, mentésként úgymond, tehát három ember játszhatja külön, de igazság szerint édes mindegy. És akkor látjuk, hogy kezdhetünk egy új futamot, vagy új végigjátszást, ha esetleg félbehagytunk valamit, azt folytathatjuk. Vannak úgynevezett kihívások, amik ilyen extra nehezítéseket, változókat pakolnak a játékba. A stat alatt megtekinthetjük, hogy eddig hányszor haltunk meg, hány fajta tárgyat találtunk meg, a mom kills, tehát anyuka megölése, igen, ezt jól olvassátok, tehát hogy hányszor vittük végig a játékot, és ez már így előrevetíti, hogy itt valami nagyon elborult dolog készül. Hány titkos dolgot találtunk meg, illetve a legjobb ilyen kitartás, az pontosan nem tudom, hogy miket mér. Itt megtekinthetjük, hogy milyen felszereléseket, upgrade-eket találtunk meg. Hát van egy pár, és ezek az upgrade-ek mind-mind változók, mármint így változtatják a képességeinket, és ilyen extra dolgokat adnak nekünk a végigjátszás során. Ezt majd mondani fogom úgyis, ha ott tartunk. Hány befejezést oldottunk fel, és ebből is van egy pár, tehát összesen 16 darab befejezése van a játéknak, attól függően, hogy az adott játékban milyen dolgokat rak be random a játék azokkal, hogy birkóztunk meg, milyen módon játszottuk a játékot, meg egyáltalán hogyan, milyen upgrade-ekkel csináltuk meg, tehát nagyon sokfajta befejezése van a játéknak, ami egyúttal a szavatosságát szerintem majdnem, hogy a végtelenségig garantálja. Itt pedig a titkos holmik, amiket felfedeztünk. Ebből is csak 178 darabocska van, alig egy pár, de tehát látjátok, tehát eszméletlenül sok minden van a játékba pakolva. Beállítások alatt pedig tényleg csak abszolút minimális az egész. Full screenre vagy kis ablakba be lehet tenni, és akkor ez tipikusan az a játék, amit mondjuk így egy másik játék közben is tud játszani az ember, amíg mondjuk vár egy töltőképernyőre, vagy bármi másra, vagy esetleg egyéb ilyen teendők mellett, tehát nagyon minimális az erőforrás igénye. Na, kezdjünk egy új játékot, és tényleg ez a 10-15 perc egy futam, és akkor utána hajrá. Na, itt vannak a különböző karakterek, hát nekem csak az alapkarakter van még feloldva, Izsák vagy Isaac, de itt van mellette nagyon sok másfajta karakter, akiknek kicsit különbözőek a képességeik is, így életerő, sebzés, gyorsaság, stb. És ezeket attól függően oldja föl nekünk a játékot, írja is, hogy ha 7-nél több életerőt sikerül összegyűjtenünk, akkor Magdalénát feloldja. Vagy pedig, ha van legalább 55 érmény összegyűjtünk, akkor megkapjuk Káint. És igen, na,
akkor kezdek egy új játékot, tehát erős bibliai utalásokkal van tele a játék. Na, itt is volnánk Izsákkal, látjátok, izometrikus felülnézet, VASD-vel mozgok, és a kurzor nyilakkal lövök minden irányba, attól függ, hogy melyiket nyomom le, és hát lövök, igen. Tehát ezek valójában a könycseppjei Izsáknak, és így... igen, hát így elég szomorú, és tényleg ez a játék így nagyon elborult. A bal felső sarokban az életerőnk, illetve itt föntről lefele haladva, tök jó, hogy tudom mutatni így a karakterre, a pénzérmék, amikkel a boltokban tudunk felszereléseket venni, ha megtaláljuk a boltot, mert az ugye azt is véletlenszerűen generálja valahova a pályákon. Akkor bombák, amikkel a köveket robbanthatjuk szét, az ellenfelek sem szeretik őket, illetve a falakat is ki tudjuk robbantani adott helyeken, hogyha van esetleg titkos szoba mögötte, illetve a kulcsok, ugyanis néhány ajtó vagy láda az le van zárva, le van lakatolva, és ezeket csak ezekkel a kulcsokkal tudjuk kinyitni. Itt a jobb felső sarokban található a minitérkép, és akkor látjátok, ilyen Metroid-szerű a játék, kukacok. Tehát ilyen kis zónákban haladunk, jobbra-balra, föl-le, na, ezt elbénáztam, de nem baj, kaptam szívecskét, visszatölteni a HP-mat, és akkor így haladunk szobáról szobára, na, támadnak a döglegyek, és minden szobában találkozhatunk különböző ellenfelekkel, akiket likvidálni szükségeltetik, és akkor tovább haladhatunk a következő szobára, és bizonyos időközönként valami kis bónuszt is kaphatunk, ha minden ellenfelet likvidálunk. És igen, elérkeztünk a játék egyik legérdekesebb aspektusához. Jól látjátok, ez itt az, amire gondoltok. Kula. És akkor ez volt az a pont, ahol én is így először így megálltam, hogy most jól látok? Ez most így az, amire gondolok? És igen, tehát ez nem csoki nugát, ez nem csokis tejszínhab, hanem ez kula. És most jó étvágyat kívánok mindenkinek. Tehát a játék készítői nem tudom, hogy mit szedtek, vagy lehet, hogy szedniük kellett volna, amikor ezt az egészet megálmodták még 3-4 évvel ezelőtt, de egyszerűen annyira elborult az egész játék, maga a hangulat, a különböző ellenfelek, a pálya elemek, és a fejlesztések, amiket Izsák majd így föl fog tudni szedni, tehát annyira... elborult az egész, hogy én még nagyon nem is láttam ilyet játékban. Tehát oké, jó, beleketontanak, vagdosnak, meg minden, de ez, amikor így kendőzetlenül jönnek ezek a gyerekabuzálástól kezdve a különböző ilyen zsigeri, meg belső traktus dolgok, és az egésznek Isten igazándiból csak a hangulatkeltés az egyetlen lényege, Nem kellenének, de és az a legdurvább az egészben, hogy az egésznek a hangulata gyerekszív. Ez valami passzív bónusz képesség. Tehát az egész élvezetes. Tehát jó, ha valakinek a gyomra nem bírja, vagy a lelkivilága, akkor az nem fog ezzel játszani, de alapvetően jó. A játék jó, és hogyha túl tudunk lendülni ezen az első sokkon, hogy igen, itt hatalmas nagy kulákat kell szétlőnünk, és ráadásul a játék még buzdítja a játékost is, hogy lője szét őket, mert lehet bennük bónusz cucc, tehát egyszerűen ez a beteg fogalmát maximálisan kimeríti. Na, itt van egy upgrade, ami nem tudom mit fog csinálni. How to jump. Na, ez nem tudom mi. Jó, tudunk ugrani. Na, ezt én még meg sem találtam, és akkor át fogok tudni ugrani így a dolgokon. Tök jó. Na, egyébként, ha már itt tartunk, hogy beteg dolgok, tehát egy pár szót azért a játék alaptörténetéről is ejtenék. Na, ott nem volt itt kossz szoba. Na mindegy, nézzük meg még ezt a szobát. Tehát, egy miniboss, de jó. Adva vagyon Izsák és az anyukája, akik édes kettesben tengetik minden napjaikat. Hát az apukával nem tudni mi lett, és hová lett, és ki volt ő, meg hol van ő. Tehát már azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egy ilyen teljesen normális családmodell. Hoppá, na, ez itt ugatja rám a taknyot, vagy nem tudom mit.
És közben ezek a kis férgek is így megrohamoznak engem nagy erőkkel. Hoppá, hoppá, hoppá. És Izsák teljesen normális kisgyerek, játszik játékokkal, anyukája pedig nézi a katolikus tévécsatornát. Igen, ezt így Kerekperec kimondja a játék, hogy a katolikus tévécsatornát nézi. Egyik nap szól az anyához az úr, és azt mondja, hogy a fiát megrontotta a gonosz, és el kell szedje minden földi hívságát, és így tudja megmenteni a lelkét. Az anya engedelmeskedik, Izsákot megfosztja a játékaitól, megfosztja a ruháitól, és úgy hagyja tovább. Majd ezt követően a mama ismét látomást kap az úrtól, mégpedig azt mondja neki az úr, hogy a fia lelke még mindig korrupt, és el kell zárni őt a világtól. Na, itt se volt itt koszszoba, fene. Az anya engedelmeskedik, na közben egy boss harc jön. Na, igen. Ezt nem kommentálnám már tovább. Hoppá! A sprinter szar. Ah, Jézusom. Ráadásul elég kemény. És még fütyül is. És még kis kakikat is lő magába. Hát ez ki fog nyírni. Ne! Hát meghaltam. Na mindegy, akkor új játék. És igen, ezért mondtam, hogy róglák. Na ez mi az Isten haragja lesz? Az nem tudom, mi akar lenni ott mellettem, de ez se néz ki túl jól. Na, tehát ott tartottam, hogy szólt az úr, hogy el kell zárni a gyereket. Anyuka elzárja, de ez még mindig nem volt elég az úrnak. Ismét szólt az anyához, és azt mondta, hogy a fia lelke még mindig korrupt, és áldozatot kell bemutatni, mégpedig a fiát kell, hogy feláldozza, és az anya rezzenéstelen arccal engedelmeskedik az úr hívásának, és egy tört ragadva meg akarja ölni a gyerekét, aki viszont ezt így látja egy ilyen kis lukon kukucskával, és félve az anyától szépen lemegy a pincébe, és itt kezdődik a játék, hogy mi leértünk a pincébe. És igen, tehát akik járatosabbak a Bibliában, párhuzamot vélhetnek felfedezni Izsák és Jákob történetében. Hát ugyanez volt, hogy az úr a végén arra kérte Jákobot, hogy áldozza föl egy szem fiát, akit az úrtól kapott egyébként, tehát nem lett volna máskülönben gyerekük, de csodával határos módon született egy gyerekük az úrnak köszönhetően. És hát ott Jákob azt nem szívesen akarta volna már megölni a gyerekét. Itt annyi különbség van, hogy az anya az ilyen póker arccal ment kinyírni Izsákot így az intro alapján. Még több kula, de jó. És a végén ott ugye az úr azt mondta, hogy nem kell megölni a fiát természetesen. Na, itt ugyanez nem volt meg. Még több bomba, juhé. Igen, és a kulába pénzérme, ahogy kell. És na, tehát elég erőteljesen vannak jelen a játékban a különböző ilyen katolikus hagyományból eredeztetett, vagy a katolikus bibliai utalások. Többek között a sátárra is többször tesz utalást a játék, sőt aktívan jelen van a gonosz. Meg hát ahogy ezeket a különböző upgrade-eket felszedjük, tehát annyi van, és így mindegyik így egyre jobban eltorzítja Izsák karakterét. Meg még a többi karakter, tehát Magdaléna, Júdás, Káin, vagy kik vannak még. Na ez például nem tudom mi akar lenni, de ez se tegül szimpatikus. Egy nagy darab blob gyerek. Hoppá. Na jó, de ennek legalább a HP-ja nem olyan vészes, tehát hamar le fogom tudni amortizálni. Viszont az enyém az vészesen fogy. Jó, azért ezt leszoktam tudni gyűrni. Azért nem kéne itt. Hoppá. Jól van. Meg lesz. Jó. Hála Istennek megadta magát. Szóval egyre durvább lesz így a játék, ahogy haladunk benne előre. És milyen maga a játék? Na, sebzés és HP up. Na ez jó. Nagyon agresszívak lettünk. A játék maga meglepő módon baromi jó. És nem csoda, hogy akkora nagy kultjáték lett belőle, mert egyszerűen, na ez a töltőképernyő is gyönyörű. Tehát élvezetes a játékmenet.
egyszerűen az, hogy újra és újra egy random kihívást generál nekünk a játék, és teljesen véletlenszerű, hogy milyen tehát milyen képességekkel fogunk gazdagodni a végigjátszásunk során. Egyszerűen ez szerintem egy olyan jó és sokáig megszavatolt játékmenetet eredményez, amit nem is lehet igazándiból megunni. Maximum megundorodik tőle az ember, de hát az első pillanatban, ha nem tette ezt, akkor utána se fogja szerény véleményem szerint. És Jézus! Jézusom! Aha! Ne szivass! Jézusom! Na itt le! Na ez mi? Anyuka parfümje. És így folyik a szemünkből ki a dzsuva. Jesszusom. Igen, és tehát ez egy olyan játék, ahol az édesanyánk az valójában a legnagyobb nemezisünk a játékban. És akkor ezzel szerintem mindent elmondtam, amit így a játék hangulatáról érdemes volt. Egyszerűen annyira fura, és így az ember komfortzónájából kívül esik, hogy már ettől jó az egész. És tényleg... a játékmenet az, ami igazándiból legitimálja az egészet. Ha az vacak lenne, akkor azt mondanám, hogy ez valami undormány, ami azzal próbálja eladni magát, hogy ilyen tényleg nagyon groteszk és torz dolgokat ad így a játékos szem elé, de emellett a játék jó, és igazság szerint ennek még megvan a maga kis hangulata is ennek az egésznek, tehát nem gondoltam volna, hogy ez így jó lehet, de az. És ez a vicces az egészben, hogy jó, és egy jó játék. Na, hát ha itt találok valami bónuszszobát. Ó, ott a bónuszszoba. Az aranykaki. Hát ez gyönyörű. És sok pénz volt benne, juhé. Jó, viszont az életerőm az eléggé rem van. És ráadásul mik ezek a halott, ilyen lelketlen famulusok ott abban a szobában? Na jó, elmenekül. Anyuka parfümjét nem bírják ezek szerint. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni mindenképp, hogyha ettől a videótól nem undorodtatok meg, mert nem fogtok ráfizetni, az biztos. Tehát annyi upgrade van, hogy egyszerűen az embernek több tíz órát, na, remek helyben vagyunk, megint több tíz órát bele kell tolni a játékba ahhoz, hogy egyáltalán úgy nagyjából kezdje már sejteni, hogy melyik dolog mit csinál, és melyiket érdemesebb felszedni, melyek a ritkább dolgok, melyek azok, amik sokat segítenek, melyek azok, amik kevésbé, sőt, olyan upgrade-ek is vannak, amik konkrétan ártanak nekünk, mintsem, hogy segítenének. Tehát ennyire összetett a játék. Hoppá, segítség, üldöz a kaki. Na jó, most már dögölj meg. Ó, jól van, és szívecskéket dobott. Na, és mit kaptunk? Fogpiszke. Mi az Isten? Jézusom, de mondjuk legalább lett egy kis tűzerőnk ez alapján. Úgyhogy szerintem baromi ötletes és jó a játék alapreceptje, és tényleg bárkinek azt mondom, hogy próbálja ki. Tipikusan az a játék, amit így leülsz, betolod egy kis ablakba, és minden nap 15-20 percet tudsz vele játszani gond nélkül. Na, közben haladok előre. Egyébként látható volt, hogy 5 plusz 1 utolsó pálya van. Ez nem volt jó kör. És hát tényleg ezt kell valahogy így végigvinnünk. Csak ezeket mindig random generál, és a végén ugye ott lesz a nemezisünk, anyuka. Vagy pedig vannak olyan végigjátszások, amikor nem ő lesz a végén a főgonosz. De mondom, odáig még nem jutottam el egyszer sem. Úgyhogy ez még számomra is egy rejtély. De tényleg... minden nap leülök vele és egy picit játszogatok, ami szerintem azért azt mutatja, hogy ez olyasmi, mint a Hearthstone, tehát ugyanazt az élményt adja így játékos szempontból. Tehát így megy az ember és így játszik vele minden nap egy picit. Jó, mondjuk tényleg
gyomorforgató a játék elég sokszor, de én személy szerint ezen könnyedén túllendülök, aki meg nem, az valószínűleg nem fog vele játszani. Na, oda hogy lehetne átjutni? Igen, tehát vannak ilyen szobák is, hogy így abszolút nem tudja, nem lehet hozzáférni a dolgokhoz, ha csak nincs meg a kellő fejlesztésünk hozzá. Na, ezek már ilyen dagadt kukacok. Na, pusztulj meg. És ahhoz se fogok tudni hozzáférni. Na mindegy. Ez mi? Tears Up, number one. Jó, igazi sorozat könnyező lettem. Na, egyébként annyit elmondanék, most nem találtam ilyen cuccokat, de még vannak különböző upgrade-ek. Van egy olyan, ami a Space-el használható, és visszatöltődik. Tehát így elhasználjuk, akkor kapunk valami bónuszt, és attól függően, hogy utána még hány szobán haladtunk keresztül, szobánként visszatöltődik. Az meg már a tárgytól függ, hogy hány szobán kell áthaladni ahhoz, hogy teljesen visszatöltődjön. Akkor vannak ilyen passzív bónuszok, amik itt a bal alsó sarokba foglalnak helyet. Azok is általában, hogy sokkal ritkább cuccokat találunk, gyorsabbak vagyunk, esetleg másként lövünk, vagy ilyen hasonló dolgok. És vannak ilyen egyszer használatos dolgok, ilyen kapszulák, kártyák, meg egyebek. Azok pedig a Q betűvel használhatóak föl. Na, egy ilyen szívet azt vásárolok. Illetve ez nem tudom mi. Bumerang. Na, és itt pont találtam egy ilyet. Ez mit csinál? Megnézzük. Aha. Ez nem tudom mi volt. Na mindegy. És ez egyből visszatöltődik. Ja, ennek nem is kell. Ez egyből visszatöltődik, de általában így a szobákhoz köthető, hogy visszatöltődik-e vagy sem. De úgy tűnik, hogy ennek nem kell. De viszont a lőtávja az nem túl nagy. Hogy finoman fejezzem ki magam. Na, úgy tűnik, hogy erre kell majd tovább haladni. Júj. Hoppá, 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 ré. A sorozatlövő ágyú bekapcsolt. Úgyhogy a játék az jó. Meglepő módon. Hoppá. Tűz, ösztűz. Hoppá. Nem volt jó kör. Júj. Hát jó, bocsánat, hogy béna vagyok. Jaj, de ezek mik? És tényleg annyira elborultak ezek az ellenfelek is, tehát ez, amit még eddig láttatok, ez még kis miska ahhoz képest, hogy mik lesznek később. De ezt nem lehet messzebbre? De oda meg nem tudok átmenni. Hát ez pek, akkor ez úgy marad. És még én így, tehát így felnőtt fejjel azért, tehát elég sok utalást látok még így a gyerekkori ilyen bántalmazásokra. Hát láttátok ott a töltőképernyőket is, tehát az anyuka elrúgja magától, meg gyerekek dobálják a saját ürülékükkel, meg kikosarazza a lány. Tehát így eléggé traumatikus a hangulata, vagy inkább már sokkoló. Hoppá. Jújjúj. Jó. Pókokat ledaráltam a falról. Jó, kulcsot kapok. Na, ki lesz a fő ellenfél? Nézzük. Gurdi, ez mi a rosszabb? Atya úristen. Jó, megöljük ezeket a vackokat. Úristen, mi a... és meghaltam. Na jól van, fiúk, lányok, hát ez volt a Binding of Isaac. Egy nagyon érdekes játékocska, ami attól függetlenül, hogy így a vizualitása és a témaválasztása, na jó, hát ezt már tényleg nem kommentelném, hogy ezek így mik, nagyon sokkoló, de ha ezen túl tud lendülni az ember, akkor egy nagyon jó játékmenet és játékmechanika szempontjából nagyon jó játékot jelent, és tényleg több tíz, több száz, akár még 1000 óra játék is benne lehet, mert egyszerűen a játék az egyszerűen nem megunhatatlan. És minden egy, és tipikusan az a játék, ahol minden egyes végigjátszás más és más. Úgyhogy ha nektek edzettebb a gyomrotok, akkor én szerintem érdemes kipróbálni.
nem is olyan drága. A Rebirth, az mondom, ugyanazt tudja, csak kicsivel több tárgy, meg egy picivel más grafikája van, mint az alapjátéknak, a Binding of Isaacnek. Nem kell hozzá az alapjáték, a Binding of Isaac maga az 5 euró körül mozog, vagy talán még néhol olcsóbb is, a Rebirth pedig 15 euró körül, de alapvetően tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy 15 euróért akár több száz óra játékidőt is vásárolhattok magatoknak ezzel, úgyhogy azt már mindenkinek rábízom, hogy így vallási, közerkölcsi, illetve esztétikai szempontból mennyire bírja elviselni a játékot, ami mellesleg játéknak szerintem nagyon ötletes. Talán, hogyha pónikkal és szívecskékkel csinálták volna meg ugyanezt, nem váltaná ki ezt a hatást, és valahol lehet, hogy tényleg ettől is jó a játék, mert egyszerűen ezt a nyers, ilyen kendőzetlen, ilyen elemi, igen, bensőséges hangulatot árasztja, és felnőtt fejjel pedig ugye nagyon sok minden mást is lát mögötte az ember, akár bibliai utalásokról legyen szó, akár pedig ugye így gyerekkori bántalmazások és különböző ilyen félelmek, rémálmok. Úgyhogy ez volt a Binding of Isaac, a szemünket már megint kipeckeltük. Én köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb egy újabb bemutatóval. Addig is legyetek jók, sziasztok! Ez nagyon kész. Na. The Curse of the Lost. Na itt már például nem látjuk a kis térképet hirtelen. Mondom, ez is egy változó. Na. Ezekkel a végbél férgekkel kell most felvennem a harcot. Most komolyan? Hát nem valami. Nem vagyok valami ügyi. Hoppá, ott bújik lent. Na, siker, kaptam egy pénzt. Urá, ezt elkölthetem, reméljük, valami jó dologra. Ujjaj, na ti kik vagytok? A vérző szemű kisgyerekek. Ó, upgrade. Olyan, hogy először ezeket kéne nyifontani. Már ha nem ők nyifontanak ki engem. Az óriás döglégyel az élen. Ez most egy Minecraft balta? Notched rocks don't stand a chance. Ezzel szét tudom verni a köveket. Az hasznos. És 3 szoba kell az újra töltéséhez. Na. Na, egy egyszer használatos pirula. Ez mit csinál? Kaptam egy plusz szívet. Hurrá. Jaj ne, a pók királynő. Milyen elborult dolgok lehetnek még ebbe a játékban, nem is értem. Aha, na most mi történik? Sok légy. Na, ne, megöl egy légy. Ja, de kaptam egy új szívet. Jó, menjünk. Új szívet. Na jó, ezeket a pufikat így megszabadítom az életterhétől. Most már a vérző könycsepjeimmel. Ó, és még egy. Ez mit csinál? Ez is egy plusz élet. Na, ezt a kék kapszulát megjegyezzük akkor, hogy ezt csinálja. Monstro már megint. Na gyere, Monstro, elkaplak. Hoppá! Figyelni kéne. Ujj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 
okály bogyókat. Meg lesz, meg lesz. Júj! Gyere, monstro! Kard ki kard! Ez az, ez a beszéd. Na, lock up. És most már én lettem a cigánosszon, kipecskelt szemekkel. High Priestess, az mit csinál? Na, ezt nem tudom, mit csinál, na de. Mi a Jézusom! Ez lehet rossz ötlet volt.